A halálhotel az egyén elvesztésért folytatott heroikus küzdelem utolsó bástyája. Köszöntjük vendégeink között! Kulturális ajánlónk következik. Engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket a szobájukban található ingyenes filmkínálatra. Ismerjék meg ajánlatunkat, melyek nem csak elméleti, hanem gyakorlati szempontból is mintát kínálnak hátralévő óráig hasznos eltöltése szempontjából. Csak egy kattintás, és már is élvezhetik a világ filmművészetének legnagyszerűbb... Az volt az elképzelés, hogy krimi készüljön ide, és akkor az obori társaságban felkért engem. Nem, először felkért, utána ötözött, hogy krimi legyen, és ez valamiféle ilyen közös kitalálás volt Harsányi Máriával. Hát úgyhogy az ötlet innen jött. Most ellenszolgáltatás nélkül tekinthető meg a 8. utas a halál, a Kill Bill 1 és a Kill Bill 2. A halál 50 órája valamint egy exkluzív magyar népmesék összeállítás. A két csodálatos dokumentumfilmet is szolgálható. A hullahó élethűen dolgozva megtörtént erőszakos téli haláleset. A BOOM, avagy humor a harctéren, pedig a történelem legvidámabb háborús esélye. Remélem, hogy a nézőknek is egy többletet ad, egy pluszt ad, hogy mégsem egy hagyományos színházi keretek között zajló előadást fog látni. Meg ráadásul ugye úgy lett megírva ez a darab, hogy azért nagyon sok speciális momentuma lesz, ami köthető nagyon erősen ahhoz az udvarhoz. Tehát ezek még így kialakulóban vannak, de nagyon... Tehát pont szerintem oda készült. A kacagtató összeállítás a frontvonalak legnagyobb tréfamestereinek praktikájába avatja be a nézőket. Cserényi Nóra lesz a jelmeztervező, és már tehát ő elkezdte ezt az egész felkészülési folyamatot. Voltunk már ruhapróbán, paróka próbán, nem tudom, tehát hogy nagyon aprólékosan odafigyelve elképesztő szélsőséges jelmezeink lesznek, tehát nagyon extravagáns, nagyon erős karaktereket ad majd, tehát így látványilag is, és hát a Nóra az híres a szakmai precizitásáról, hogy ő minden egyes kis cipőmasnitól elkezdve a ruhának a galériái odafigyel, és minden egyes momentumnak jelentősége van számára. Tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon erős képi eszközökkel fogunk élni. Tessék! Meghívjuk a nézőket! Sok szeretettel! Július 15-től! Jöjjenek! 10 előadás lesz most idén nyáron, remélem majd aztán jövőre is még 10, meg aztán is, meglátjuk.